Nem mindennapi esemény a Városháza dísztermében. Reggel 7 óra 6 perckor már szavaztak is a képviselők. A korai időpont ellenére mindössze 3-an hiányoztak a széksorokból, így határozatképes volt a testület. Az engedélyjogilag teljesen tartalmazza azt, hogy a Dunakatu tér megújítása kezdődik. A rendkívüli ülést kezdeményező Najpor Zsolt felszólalásában azt mondta, a Dunakapu tér felújításával egyetért, a mélygarázs építésével és a módosított tervekkel azonban nem. Erre reagálva dr. Somogyi Tivadar alpolgármester politikai cirkuszkeltésnek titulálta az ellenzéki kritikákat. Perceken belül Fekete Dávid is szót kért az élesedő vitában. Az alpolgármester úgy fogalmazott, igenis szükség van a modern rendezvénytérre, az önkormányzat pedig 2006 óta csak azt a munkát pótolja, amit a korábbi városvezetők elmulasztottak. A Dunakapu téri beruházás egy olyan fejlesztés, amire már régóta szüksége van a körülnek. Régóta szüksége van rá, és azt hiszem, hogy érdemes azt hangsúlyozni, hogy 2006 óta Borkai Zsolt polgármester úr vezette városvezetés, az több évtizedes elmaradást próbál meg behozni. Simon Robert Balázs is a mélygarázs fontossága mellett érvelt, a belvárosban ugyanis túl kevés a parkolóhely, ezen javíthat a 300 férőhelyes komplexum. Közel 300 parkoló lesz, ez jelentősen javíthat a belváros parkolási helyzetét, és természetesen az üzletek szempontjából is rendkívül fontos, hogy ez minél gyorsabban megvalósuljon. A néha kicsit személyeskedő és sokkal inkább politikai, mint szakmai vitát végül a polgármester azzal zárta, nem érti a Dunakapu tér alatti mélygarást ért ellenzéki kritikákat, hiszen mindenki jól tudja, új parkolóhelyek mindenképpen kellenek, és a tér alatti 300 férőhely még csak a kezdet. Aztán megjön a következő lépés, az a koncepció alapján, amit mi már korábban elfogadtunk közösen, hogy hol is lehet szeretnénk A polgármester előterjesztését végül a testület nagy többséggel elfogadta, így Győr történetének valószínűleg legkorábban kezdődő közgyűlése 8 órakor véget is ért. A városi képviselők legközelebb május 31-én tanácskoznak.